Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, az édesbús dallamok után vendégem Mics Gergely, szervusz Gergő. Szervusz, köszöntöm a nézőit. És a jazzről fogunk beszélgetni, egy kicsit pattogósabb, más ritmusokról. Jaj, de jó. 1977-ben születtél, vágjunk a közepébe, október 17-én, úgyhogy boldog születésnapot kívánok. Szépen, akartam hozni virágot, hát ha megleplek vele, hogy szerintem még nem kaptál virágot most. Virágot mostan. Nem kaptam. De akkor is én azt mondom, minden zenerajongó nevében gratulálok. Köszönöm szépen. Kezdjük mindjárt az elején. A kötődésed a zenéhez, egy olyan családban nőttél fel, hogy a zene alapvetés volt. És elkezdtél csellózni, Gordonka, ki hogy hívja. Beszéljünk arról az időkről, amikor Pillár Zsuzsa volt a mestered, aki bevezetett a Gordonka, illetve a cselló rejtelmeibe. Igen, azt gondolom, hogy számomra két nagyon fontos tényező volt abban, hogy én zenészé váltam, egyrészt a Pillár Zsuzsának a fantasztikus, egyrészt szakmai felkészültsége, másrészt pedig pedagógiai érzéke, hogy meg tudta velem szeretetni a hangszert is nyilván, de inkább a zenét, mert hogy ebben a gyerekkorban ez a legfontosabb talán, hogy kialakuljon egy kötődés az ember és a zene között, ami aztán elválaszthatatlanná teszi őket egymástól jó esetben egy életen át. Másrészt pedig egy fontos dolog az, vagy a másik fontos dolog, hogy olyan zenéket hallgathattam otthon édesapám Mics Péter és keresztapám Vörös Tamás révén, ami által már eleve elrendeltetett volt az, hogy én nekem biztos, hogy közöm lesz a zenéhez, amennyiben érzékem, tehetségem is van hozzá, vagy volt hozzá, és úgy néz ki, hogy volt. Úgyhogy két fontos dolog volt ez az életemben. Miért vártottál, hiszen a Gordonkásból lett Bőgős? Ehhez valami köze lehetett Vörös Tamásnak. Nagyon erős befolyása volt, igen, erre. Nem szavakkal, hanem azokkal a lemezekkel, amiket ő adott nekem, vagy átmásolt nekem, akkor még kazettákat hallgattunk. És hát nagyon korán, gyerekkoromtól nagyon-nagyon súlyos jazzzenéket hallgattam, Abercrombie-t, Joe Pass-t, Pedersent, Miles Davis, tehát a tényleg a legszínvonalasabb jazzlemezeket, és szívtam magamba 6-8 éves koromtól kezdve, sőt, akkor még édesapám működtette, vagy hát ő szervezte a Megyei Művközpontban a jazz klubot, vagy jazzpresszót, talán ez volt a neve, úgyhogy én minden koncerten ott voltam, fönt a keverőpultnál még a Manóval, a Hász Andrással, tehát hogy vannak ilyen momentumok, amikre mai napig emlékszem gyerekkoromból. Úgyhogy szívtam magamba a jazzt, és amikor felnőttem akkorára, hogy meg tudtam fogni a kezembe a nagybőgőt, akkor egyértelmű volt számomra, hogy váltani fogok. Mikor érezted a következő váltásnak a fontosságát, az alapvetésről kérdezlek, hiszen a basszusgitár, és ráadásul komoly zenén nőttél fel. A jazz nem áll olyan távol a maga improvizatív voltával, de azért mégiscsak. Igen, ráadásul volt szerencsém Gordonkával is az ifjúsági vonós zenekarba, vagy szimfonikus zenekarba játszani Major Pista bácsinál, úgyhogy az is egy hatalmas élmény volt. Megéreztem azáltal a zenének a közösségi fontosságát, vagy létét, vagy lehetőségét, úgyhogy a zenekarozás az szintén már kora gyerekkorba beleívódott a vérembe. Nyilván a jazz zene is, az improvizálás is egy közösségi tevékenység. Úgyhogy ilyen módon ott is nagyon-nagyon örültem annak, hogy zenekarokba játszhattam. A bőgőről, a basszusgitárra, hogyha jól emlékszem, és már pedig azt gondolom, hogy jól emlékszem, inkább kényszerként éltem meg, én nagyon szerettem volna nagybőgőzni, de a korabeli zenék, a modernebb zenék megkívánták a basszusgitár hangzást. Tehát ahhoz, hogy egy funkosabb, pörgősebb ritmust lehessen játszani, abban az időben az basszusgitárról oldották meg. És nagyon sokáig kellett engem úszolni, hogy egyetlen a kezembe fogjam a basszus. Tehát nehezen érted meg a váltást. Nagyon, abszolút, igen. Egyébként tudatosan készültél a pályára? Nem, néha kikacsintottam volt, mivel erős az állatszeretet is bennem. Én gyerekkorom óta nagyon szeretem az állatokat, kutyázom, lovazom, mai napig van lovam, kutyáim. Úgyhogy egyszer-kétszer majdnem, hogy elcsábultam az irányba, hogy állatorvos legyek. És komolyabban foglalkozzak állatokkal, de ezek ilyen ideig, óráig tartó kis fellángolások voltak. A zene volt az mindig a fősodor az életemben, ami mellett kitartottam. Tehát egyenes utad volt a Liszfőn Zeneművészeti Egyetemre. Igen, én oda készültem, és volt olyan szerencsém, hogy föl is vettek első. Megnéztem, egy zseniális osztályod volt. Szabó Dani, Romhányi Áron, akit ismerünk mindnyájan, Váci Eszter, Péli Barna, Zana Zoli, tehát Gangsta Zoli. Ez egy csoda csapat lehetett. Kolta Gergő, igen, egy nagyon jó társaság volt. A Grillus Samu, Grillus Vilmosnak a fia, ő azóta egy basszusgitáros, és egyébként de kortárs zeneszerző lett, és egy fantasztikus
fej. Tehát pont most beszéltem, egy hónapja találkoztam volt tanárunkkal, Latman Bélával, akinek a főtártanárom volt a Zeneakadémián, és beszéltük, hogy tényleg azóta is emlegetik azt az osztályt, hogy egy kimagasló kiemelt. És ahogy én megfigyeltem, nem nagyon távolodtatok el egymástól, hiszen játszottatok együtt, ugye Romhányi Áron, Péli Barna az Adja magát nyilván, akkor az a korosztály, ott a Potesz Balázs és Szendőfi Péterék, úgy szintén a Borlai Gergővel is játszottál hosszú ideig, tehát ez egy jó csapat. Hogy választottatok ki egymás számára? Hogy alakul meg egy zenekar például? Van egy emberi oldala, ami a megalakulásnál nagyon-nagyon fontos, és aztán ahogy idősödünk, akkor meg még inkább felértékelődik. Mondjuk a United-ot hozhatnám nyilván kézenfekvő példaként, most már működik 16-17. Éve, és én játszom. Az első három évben nem voltam, tehát mondjuk 12-13-14 éve játszom már a zenekarban, és a mai napig együtt vagyunk. Ez tényleg olyan, mint egy párkapcsolat, vagy egy házasság, hogy nagyon sok mindenen keresztül kell, hogy menjünk ahhoz, hogy azt mondhassuk ennyi idő után is, hogy jó érzés egymással lenni. És tehát nincs rivalizálás, sokkal inkább a barátság, ami fontos nyilván. Így van, helyenként konfliktusokkal, tehát helyenként meg kell harcolni azért, hogy ez működjön. De a United az élő példa arra, hogy ezt meg lehet tenni, és megmaradhat a barátság is, és megmaradhat egy olyan szakmai munka, ami aztán utána egzisztenciát teremt, illetve hogy nyomok maga után, és ez fontos. Később ezzel folytatjuk, de nagyon fog érdekelni, hogy miként lehet stílust váltani, hiszen egy jazzzenésznek már csak az a sorsa, hogy számtalan formációban kipróbálja magát. Minél jobb valaki, te is, most nem számoltam meg pontosan, de kismillió csapatban játszottál. Hogy lehet stílust váltani úgy, hogy az ne menjen a minőség rovására? Alapvetően azt gondolom, hogy manapság egy zenésznek elengedhetetlen, vagy a zenész létnek elengedhetetlen feltétele, hogy a könnyű zenén belül minél szélesebb legyen az a spektrum, amivel zenés stílus irányzatok szempontjából, amivel az ember megismerkedik és elsajátítja. És ilyen, nekünk ez egy szakmunka, amit meg lehet és meg is kell tanulni 100%-osan ahhoz, hogy aztán utána egy bizonyos szint után elváljon, hogy az művészet lesz, amit csinálunk, vagy nem művészet, de attól függetlenül a szakmát meg kell csinálnunk. Tehát az, hogy az asztal így néz ki, vannak viszintesek, meg vannak derékszögek, ezt egy remek asztalos nyilván megcsinálta. Ahhoz, hogy mit tudom, be legyenek faragások, interjú, ez az amaz, az már művészet, ahhoz kell egy olyan fajta készség, ami nem mindenkiben van meg. Nekünk jazzzenészek számára nyilván az a törekvésünk és az a célunk, hogy nyomot hagyjon az, amit csinálunk, és legyen művészet. De alapvetően mindenki, aki a Zeneakadémiára járt abban az időben, és azt gondolom, hogy mai napig a szakmát azt mindenképpen megtanulja, és ez egy jó dolog. Tehát világos, az egyik oldalon, aki csak a tanári pályára koncentrál a későbbiekben, de azért nyilván zenél is, a másik pedig mindkettőt teszi. Van, de azok közé tartozol, akik mindkettőt méghozzá remekül csinálod, ahogy mondják. És ez nyilván így van. Azt hiszem Magyarország legfiatalabb igazgatója voltál, 23 esztendősen a Lausmannban. Valamit, semmiből egy új, másik világot építeni, az milyen dolog? A legjobb dolog. A leginspirálóbb dolog. Én azt szoktam mondani, hogy egyébként az élet egyéb területén is tevékenykedem. Vannak cégeim, vállalkozásaim, mindig is voltak. Foglalkoztam sok mindennel. Hogyha meg kell fogalmaznom, hogy meg kell állapítanom, és most már úgy öreg ember vagyok, el szoktam azon gondolkozni, hogy az eddigi életemben mik azok a dolgok, amit csináltam és fontosnak tartottam. Arra szoktam jutni, hogy a közös ezekben a dolgokban mindig az improvizáció egyrészt, tehát hogy valamit a saját ötleteim alapján és a társaimmal létrehozni a semmiből. Másrészt, tehát a kreativitás, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha az ember csinál egy céget, csinál egy rendezvényt, csinál egy fesztivált, csinál egy iskolát, hogy a nullából, a saját ötleteim alapján hogyan lehet azt felépíteni. Ez egy nagyon ösztönösen bennem van, nyilván ezért vagyok jazzzenész, mert hogy ezek a képességek rendelkezésemre állnak. Amit nekem tanulnom kellett, és a mai napig küzdelem, az az operatív része. Tehát, hogy hogyan működtessek úgy dolgokat, hogy ne fogjon ki belőlem az energia meg a lendület, mert sokszor abban elfáradok, nem annyira inspirál. Kerülöd a felesleges dolgokat? Igyekszem, igen. Bár néha nem lehet, azt nagyon is jól tudjuk. Térjük vissza a barátságokra. Hogy születnek a lemezek? Tehát amikor vegyünk egy United-es példát, vagy a többi formációt, teljesen mindegy ilyen értelemben, kinek a szava a döntő? Az ötletek összeadódnak, és abból lesz egy egységes kerek egész, vagy pedig van egy meghatározó rész az alkotás folyamatában, hogy
ezen az alapon kell elindulni, és ezt visszük végig. A Unitednál az a jól bevált séma, hogy az esetek nagy százalékában vagy Barna, vagy Áron, vagy ketten hoznak alap ötleteket, alap témákat. Ez egy jól bevált dolog. Ők ketten nagyon jól egymásra vannak angolódva, érzik ezt a fajta népjóléti sláger zeneszerzést is, nyilván meg sok egyéb más, de ami a Unitednek kell ahhoz, hogy játssza a rádió. És ezek az alapötletek aztán a zenekar által fogalmazódnak meg oly módon, illetve esetenként egy külsős szövegíró által fogalmazódnak oly módon meg, hogy aztán lemezre kerülne. Igen, tehát voltak éppen a sikerben már lehet lubickolni, de nagyon komoly munka előzi meg. Igen. Nagyon sok mindent csinálsz. Mikor tudsz gyakorolni például? Az adott formációval. Mert azért az csak-csak elengedhetetlen, mondom én. Igen, meg kell, hogy mondjam, hogy a eddigi életemben a gyakorlás ez a szerves része volt a mindennapjaimnak, azt kell, hogy mondjam. Tehát naponta egy-másfél-két órát minimum kezembe volt a hangszer, esetenként jóval többet. Most elértem oda múlt év vége felé, hogy egyszerűen jól esik az, hogy sok zenét hallgatok, de effektíven nem foglalkozom minden nap a hangszerrel. Tehát várom azt a pillanatot. Ezt itt most címvallok neked, ezt még senkinek nem meséltem el. Tehát, hogy várom azt a pillanatot, hogy megint érezzem azt, hogy én nekem kell a mindennapokban az, hogy ott legyen a hangszer a kezemben. Nincsen már messze, de most jól esik egy kicsit pihenni, úgyhogy én most oly módon gyűjtök inspirációt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok zenét hallgatok, kutatok az új formációk, új előadók, új tehetségek után, és egyébként ez egy fantasztikus dolog. De amúgy pedig nyilván ugrásra készen válsz, hiszen azért a fásultságnak egyszer csak bármilyen szinten is ide vége lehet. Abszolút, így van. Beszéljünk azokról a kapcsolatokról, amelyek a zenészpályát hoztak meg. Tehát amikor itt nézzük, hogy ki mindenkivel játszott, tehát Cserháti Zsuzsa, a legnagyobbakat, Charlie, Roy és Ádám, a Unitedet már említettük. Az milyen kihívás neked? Hogy együtt említenek. Lehet, hogy a háttérben, de anélkül nincsen. Hatalmas dolog, amikor főleg úgy volt ezt megélni jó nagy dolog, hogy én 18 évesen fölültem a vonatra az egy nem tudom, szomorú szeptemberi vasárnapon, amikor először fölmentem az első tanítási napra, illetve más nap volt, hogy vidéki fiatalként vagy fiúként felkerülni a fővárosban nulla kapcsolattal, és aztán azt onnan elkezdeni felépíteni, és eljutni mondjuk egy év, másfél év után, hogy tényleg a legnevesebb jazz, illetve pop-rock formációban játszottam, ezek hatalmas élmények voltak, és nagyon-nagyon inspiráló dolgok. Melyek voltak azok az impulzusok, amelyek mindennél többet segítettek, amelyeket nem felejtesz el? Elsősorban jazz szempontjából voltak nekem hatalmas mentoraim, és nagy szerencsém volt, hogy én korán, gyakorlatilag gyerekként 18-19 évesen játszhattam velük, és tanulhattam tőlük sokat. Birta Miklós, Szendőfi Péter, barátaimat, kollégáimat említhetem, akik közben aztán már itt tanítanak a Kodolányin. Nagy János, zongorista, zeneszerző barátomat játszottam a zenekarába éveken keresztül, és rettenetesen sokat tanultam tőle. Tényleg sokan, Kis Szakcsi, Szakcsi Robi, Fekete Kovács Kornél. Sokat lehetett ezektől az emberektől tanulni. Megérkeztünk a Kodolányihoz. Ugye a Lausmannnak hát részedről vége, abban az értelemben, és itt volt a mindennél nagyobb kihívás. Én meg kell, hogy mondjam, Szabó Péterrel beszélgettem erről, és édesapáddal is, és először furcsán néztem rájuk, amikor arról volt szó, hogy Kodolányi János főiskola, ugye mi művelődés szervező, külpolitika, nemzetközi kapcsolatok, kommunikáció, tehát ebben éltünk, lélegeztünk. És akkor jött a jazz. Az ugye alapvetés volt, hogy ott lesz, ott a helyed. Hiszen jószerűvel a te csapatodból mindenki oda került kis híján. Hogy lehet felépíteni egy tanszéket? Hogy lehet művészeti vezetni? Igazán a nagy dobás, azt gondolom, és az igazi szerelemgyerek az a Lausmann volt mindnyájunknak, mert az valóban egy úttörő szerepet töltött be itt az országban. Tehát elsőként működött, illetve hoztunk létre egy olyan könnyűzenei szakközépiskolát, ahol tényleg az ország legjobb fiatal tanárai gyűltek össze. És aztán ez adott egy akkora lendületet, hogy megfogalmazódott a Kodolányi János Főiskola vezetése részéről, hogy jó lenne a Kodolányin is bővíteni a képzési portfóliót egy ilyen típusú képzéssel. Ők kerestek meg minket, és mi dolgoztuk ki ezt az anyagot, amit aztán utána talán harmadszori nekifutásra akkreditáltak is. És így van, ugyanaz a csapat gyakorlatilag
tanított a mai napig a főiskolán, akivel a Lausmant csináltuk annak idején. Tehát munkatársakat nem kellett keresned. Viszont mi a tapasztalatod, hogy indult el a képzés? Mennyire lett népszerű a diákok körében? Az volt a Lausmann idejében is, és az most is a Kodalányi idejében. Azért ne legyünk álszentek, beszélni kell az anyagi vonzatáról. Ugye a Kodalányi János Főiskola az nem egy állami intézmény, hanem egy magánfenntartású intézmény, és ilyen módon nem kaphatunk állami támogatást. Tehát súlyos pénzeket kell a diákoknak fizetni azért, hogy itt tanulhassanak, ráadásul egy individuális képzés, ami még sokkal drágább, mint hogyha csak csoportos órákra vagy előadásokra kellene beülniük. Úgyhogy ilyen szempontból már ez lefelőzi azoknak a diákoknak a számát, akik szívesen jönnének ide hozzánk. Attól függetlenül minden évben össze tud állni egy valóban igazán tehetséges emberekből álló osztály, akik szívesen vannak itt és nagyon sokat tanulnak. Tehát tehetségekben nincs hiány és nem is lesz. Nincs, szerencsére. Hogyan lehet folyamatosan fejlődni? Itt most a pedagógiai módszerekre és gondolatokra gondolok. Hogy a kiemelkedő tehetségek megkapják, ami elvileg jár nekik, és nem csak fizikailag, tehát úgy értem, hogy tematikus tanítás folyik nyilvánvaló, hanem egy kicsit hozzáadni ahhoz, hogy később megállják a helyüket a nagy színpadokon is. Én azt gondolom, hogy nem is a szakmai részében keresendő a változtatásoknak a szükségessége, mert hogy szakmai szinten nagyon sok mindenki ott van, intézményi szinten is az országban, akik nagyon jó színvonalon tanítanak sok mindent. Amit mi próbálunk tenni, az viszont egyetemesen minden oktatott szakra, ami mondjuk Magyarországon létezik, igaz, hogy nem elég már az, hogy meghirdetünk egy szakot és oktatjuk a diákokat, és utána elengedjük a kezüket, hanem sokkal több figyelmet kell rájuk fordítani már a képzés közben is. Miben tudok segíteni, mentorálni, külföldre kiküldeni egy-egy ösztöndíjjal, hogyha van lehetőségem, egy-egy munkára kiközvetíteni, akár zenekarként, akár előadóként. Segíteni az egyetemi továbbtanulását akár külföldön, de akár munkával is, tehát sokkal-sokkal több addicionális dolgot kell ahhoz hozzáadni, hogy az intézményt válasszák, illetve hogy azt mondják egy intézményről vagy egy képzőhelyről, hogy valóban ellátja azt a feladatát, ami most már 2016-ban szükséges, hogy ellásson, vagy amit most már el kell, hogy lásson. Tehát végigkíséritek őket az úton, az út elején legalábbis, és később is tudtok figyelni rájuk? Főiskolai szinten, tehát Kodalányi szinten működik ez az alumni program, ahol próbáljuk követni azokat a Kodalányi János Főiskolán végzett diákokat, akik aztán az élet különböző területeire sodronnak és ott alkotnak maradandót, úgyhogy igen, tanszéki szinten ezt nem tesszük. Nyilvánvaló. Nagyon fontos kérdés az is, hogy arányosítsunk egy kicsit a hozzátok kerülő tehetséges fiatalokból. Milyen százalékban lesz zenész, akit azt mondjuk, hogy igen, le a kalappal? Nagyon komoly, nagy százalékban. Én ezt nem is gondoltam volna, hogy milyen sikerrel lehet végezni a munkát. Én azt gondolom, hogy 60-70 százalék. Ez egyébként megerősít téged a hétköznapokon? Mert egyébként én azt mondom, hogyha egy tanítvány látok a színpadon, akinek én építettem fel a karrierjét, én adtam a kezébe azokat az eszközöket, amellyel sikert ér el, akkor bizony kihúzom magam. Jó érzés, szoktunk erről is beszélgetni, főleg a United-es buszban, ott többet vagyunk egyedül, illetve együtt, és tudunk anekdotázni ilyen dolgokon. És régen nyilván 15-20 évvel ezelőtt beszélgettünk főleg lányokról a buszban, meg mindenféle olyan történetekről, amik lányokhoz kötődnek. Aztán előjöttek az orvosos történetek, mert egy 30-40 között, és 40-40-hez közel, vagy van, aki már közülünk 40-en túl, sokkal inkább ezek a fajta kicsit érzelgős, könnycseppel dörzsölős történetek jönnek, hogy tulajdonképpen nem csináltunk olyan rossz dolgot az elmúlt 20 évben, hogyha ennyi tehetséges diák kikerült a kezünk közül, és esetleg egy előzenekarba, vagy egy utánunk lévő nagyobb produkcióba volt tanítványainkat látjuk. Úgy bizony, ezt megerősíthetem. Mégpedig azért is, mert hogy ugye egyre több nívós fesztivál van, ugye a fesztivál szervezésről már esett szó Fehérváron, és az többségében neked köszönhető, illetve nektek köszönhető. Vörös Tamásnak is. Vörös Tamással így van, tehát többet magaddal, és a városnak, természetesen. És azt vettem észre, hogy egyre több fiatal jár most megint jazz koncertre, pedig hát az elvont zenét egy bizonyos százalék kedveli csak, nagyon sokan vannak. Aztán ez erősített meg abban is, hogy zsúfolásig tele volt most például a Szabad Művelődés Háza, kicsi terem, de zsúfolásig tele, ugye Will Kennedy mesterkurzusán.
Tehát azt mondom, hogy jó úton jártok. Merre vezethet ez az út tovább? Mert nyilván vannak terveitek, céljaitok. Igen. Én azt gondolom, hogy mint minden a világban, a zeneipar is és a zenei szakmunka is, hogy a zenész lét egy borzasztó nagy átalakulásban van, és nem tudjuk, hogy hová fogja kimozogni magát. Beszéltünk erről egyébként a William Kennedyvel is pont a kurzus utáni vacsorán, hogy ők ott Amerika, és ha valaki, akkor ő aztán igazán benne van a fősodorban, egy igazi, komoly, Grammy-díjas, élvonalbeli sztár, aki test közelből érzékeléssel is tudta mondani, hogy ő hogy éli meg. Ott is úgy élik meg, hogy figyelnek, várják a változásokat, próbálnak alkalmazkodni dolgokhoz, de azért az, hogy a lemezaladás az gyakorlatilag nincsen, vagy nagyon-nagyon erősen visszaesett az elmúlt 5-10 évben, amióta egyéb más felületeken hozzá lehet jutni dalokhoz vagy lemezekhez. A koncertturnéknak a helyszíne is változik, módosul, egyik kontinensen kevesebb lesz a lehetőség, a másik kontinensen több lesz. Sokkal több fiatal van, aki föltesz egy kis filmet a YouTube-ra, és két hét alatt világsztár lesz belőle, és őt hívják. Tehát, hogy a promóciós felületek is változnak, és a fiatalok nyilván jobban érzik, az idősebbek kevésbé érzik. Tehát egy nagyon nagy mozgás van ezen a piacon. Nekünk, és nem tudok exakt választ adni a kérdésedre, ezért fogalmazok ilyen hosszú barokk körmondatban, tehát nekünk most jelen pillanatban a legjobb, amit tehetünk, hogy figyeljük a változásokat, megpróbáljuk belőle kivenni azt, ami számunkra értelmezhető és kivitelezhető, és ezekre a dolgokra felhívni a diákjaink figyelmét, vagy ezekben a dolgokban bevezetni őket, hogy most ezeken az utakban érdemes talán elindulni, mert itt érhetsz el leggyorsabb sikert, vagy a legkönnyebben oda, ahova te szeretnél. A mi családban, jószerivel még édesapádnak is, pedig az ritkaság, általában mosolyog a szeme az embereknek. Van egy nagyszerű élményem a Kultúrkorzó nyárról. Marciék játszottak a Mátyás szobornál, és ott volt a töpörtjük kezében a kicsi gitár. Nos, tehát akkor azt hiszem, hogy mindenféle értelemben van jövője a mi családnak, a magyar zenében és a jazz zenében is. De merre vezet az utad? A te utad, illetve a családod útja a jövőben? Vannak-e olyan terveid, amik már megfogalmazhatóak? A fesztiválban nagyon-nagyon sokat érzünk Tamással. Ez egy borzasztó nagy lehetőség, hogy megkaptuk a várostól a megbízást arra, hogy újjáélesszük és újból felépítsük. Polgármester úrral egyébként már beszéltünk is a következő éves fesztiválról, tehát már most elkezdtünk azon dolgozni, hogy jövőre esetleg még több helyszínen, még nagyobb volumenben, még formálva, mert bőven van még benne lehetőség, tehát ez egy hatalmas nagy dolog, amit mi csinálhatunk és készülünk rá, úgyhogy ebben látom az egyik legnagyobb kitörési pontot, illetve fejlődési lehetőséget. A művészeti tanszékkel kapcsolatban továbbra is folytatjuk azt a munkát, hogy a nemzetközi palettára, a nemzetközi szintére feltegyük. Pont az ilyen kurzusokkal, amit te is említettél, a William Kennedy, tehát mindenféleben legalább egy olyan külföldi jazz világsztárt szeretnénk elhozni továbbra is, aki közel jön a gyerekekhez, elmondja az élményeit, kurzust tart, beszélget velük, hogy kézzelfogható legyen ez az egész történet. Tehát építek egy utat, hogy járhassatok rajta? Mondjuk igen. Jó. Hát végül is még bőségesen van időt, hiszen jövőre leszel még csak 40. Azt még meg kell élni, igen, úgyhogy bízunk benne. Most akkor mit kívánjak én Mics Gergőnek? Sok erőt. Többit ezt megoldom én. Rendben, akkor sok erőt kívánok. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták Mics Gergellyel, a Kodolányi János Főiskola jazz tanszakának művészeti vezetőjével. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.